Köszöntöm a nézőket, ez itt a Sport Hétfő, a Pannon televízió sportműsora. Mai adásunkat lovassporttal kezdjük, ugyanis Szabadka nyerte a nemzeti vágta döntőjét Budapesten. Erről láthatnak most egy rövid összefoglalót, amelyen egyébként kiválóan szerepeltek a vajdasági lovasok. Izgalmas küzdelmet hozott a nemzeti vágta budapesti döntője. A fináliban sokáig a kiválóan rajtoló Tamás Csaba vezetett Villámlás nevű lovával, de a futam felénél előbb Szabó Nikolett, majd Nagy Arnold is megelőzte őt. A Szabadka és a Hevesi lovas ezt követően végig szoros küzdelmet folytatott, amiből végül Szabó Nikolett és Pipacs nevű lova került ki győztesként. Erős voltam ezen, és szerencsére most sikerült a legjobban elstartolnunk itt az elmúlt két napban. Az elején kicsit nehézkes volt, de jött szépen, gyönyörűen jött. Igen, a délután, amikor beszélgettünk, akkor pontos startot említetted, hogy arra figyelni kell, és akkor ezek szerint sikerült. Igen, sikerült, most sokkal jobb startot vett, és ez is közre játszott szerintem, mert most nem kellett akkora térhátra rendre dolgozni, mint az elmúlt napokban. Farkas Valka mégis vezetett egy ideig, de sikerült kikerülni. Igen, igen, csomó ideig mentünk egymás mellett, de aztán szerencsére Pipacs szívósabb volt, és átötte a vezetést. A végén pedig utána meg Arnold jött oda föl mellétek, de nem hagytátok magatokat. Igen, igen, ott is már vártam, hogy hol lesz végre a cél, nehogy feljöjjön, de mondom, Pipacs érzékelte, hogy hol a ló, és még tett rá, és jött, úgyhogy egy fantasztikus kanca. A szintén vajdasági származású kétszeres vágtagyőztes Nagy Arnold Fantázia nevű lovával ezúttal Hevest képviselte. Mint mondja, a második helynek is örül, főleg úgy, hogy egy szabadkai versenyző mögött végzett. A döntő az szerintem egy nagyon jó futam volt most. Így még, hogy második lettem, így még nem volt. Ez az első alkalom, de olyan, mintha nyertem volna. Én a Szabó Nikinek, a Szabadkának nagyon örülök, hogy ő nyert. Olyan, mintha így nyertem volna. Én nagyon büszke vagyok rá. Én őt egy nagyon, nagyon jó lovasnak tartom, és szerintem itt a lányok közt ő a bajnok. Nagyon mentetek, ugye, tehát nagyon följött először Farkas lakát, amikor lehagyta Niki, utána te is nagyon ott voltatok, tehát tényleg egymás mellett. Mi volt az oka annak, hogy mégsem tudtál kerülni? Hát a lovam, őszintén megmondom, lovam volt még az utolsó kanyarból, hogy megindult, és ahogy felértem a Nikini lovának a farához, onnan nem tudom, olyan, mintha direkt hagyta volna nyerni. Vagy nem tudom, nem akart. És én nagyon örülök neki. Szóval nem tudom kifejezni, hogy mennyire örülök neki, hogy nyert. És start, elindult a 2021-es kis huszárvágta döntő futam, és nézzük, hogy sikerül az indítás. Nagyon jól jött el Kishegyes Erdei Anna Dorkával, ő vezetett. A kis huszárvágtán is jól szerepelt vajdaság. Erdei Anna Dorka Kishegyes színeiben Bohóz nevű lovával harmadikként ér célba. Először is gratulálunk. Milyen volt a futam? Hogyan érted? Hú, hát nagyon szépen köszönöm. Igazából nem gondoltam volna ezt, nagyon fel volt készültve a ló is, de úgy voltam vele, hogy ide már tényleg a legjobbak kerültek be, és mindenki nagyon fel volt készítve, meg mindenki itt már nyert vágtát, meg minden, és így nem gondoltam erre, de persze nagyon erős lovam van, tavaly is bekerült a döntőben, negyedik lett, akkor másik lovasa volt. Most én lovagoltam, és hát örülök nagyon, hogy sikerült egy régi álmom vált valóra, hogy itt lovagolhassak a Hősök terén. A kis huszárvágtát egyébként Orosháza lovasa nyerte, a második helyen pedig Csörög lovasa ért célba. A kis huszárvágtát Orosházi győzelem, Orosháza, Hajdu Fanni és Narcisz, második lesz Csörög, Priber, Berbade. Műsorunk folytatásában pedig labdarúgás. A Superliga legutóbbi fordulójának derbiét Topolyán játszották, ahol a TSC a Csukaricskit látta vendégül. Ez következik most. Az első 10 percben a házigazda topolyaiak kezdtek jobban, a TSC uralta a pályát, több helyzetük is adódott, gólt azonban az első félidőben nem tudtak szerezni. A vendégek viszont igen, Stefan Csólovic góljával a 37. percben szereztek vezetést. A topolyaiak azonban nem hagyták magukat, a második félidő elején gyorsan egyenlítettek. Petar Ratkov fejjel talált a kapuba.
A vendégek továbbra is támadtak, és nem sokkal később ismét gólt lőttek a TSC-nek. Aszmir Kájevics büntetőből volt eredményes. A TSC mindent megtett az új egyenlítésért, a hajrában még a kapufát is eltalálták, de újabb gól nem született, így maradt a 2-1-es eredmény, amellyel a Csukaricski rendkívül fontos 3 pontot szerzett, és a táblázaton megelőzte a TSC. Bitna pobeda za ovu mladu ekipu Čukaričkog, pokazali su da mogu i da imaju potencijal. S druge strane, TSC predvođena mladenom, mojim drugom, je pokazala da je s pravom u vrhu srpskog futbola i ja im želim sve najbolje. A TSC játékosának Petar Ratkovnak most sikerült először gólt szereznie a Superligában, erről így nyilatkozott a meccs után. Postigao sam gol. Imao sam dosta šanci ove sezone, postigao sam ga, baš mi je drago i želim se zahvaliti svima u klubu i stručnom štabu na ukazanom poverenju i nadam se da će biti još mnogo golova. Mladen Krstajić, a TSC vezetőedzője gratulált az ellenfél győzelméhez, szerinte egy jó és nyitott meccs volt a szombati. Biće još turbulentni sezona i ovakvih teških utakmica, tako da mora da psihički da se pripremimo za nastavak poslije ove reprezentativne pauze. Ali svemu kažem, drago mi je da su danas obe ekipe bile na nivou, mislim da su navijači zadovoljni, mi smo tužni što smo izgubili utakmicu, ali jednostavno to je tako i kažem još jednom čestitam i Saletu i Čukaričkom za svoju pobjedu. A mérkőzés végén Palágyi Szabolcs, a TSC vezérigazgatója elmondta, hogy egy helyzetekkel teli meccsnek lehettünk tanúi, azonban a csapat nem volt olyan eredményes, mint az ezt megelőző megmérettetésen. Nem tűntünk annyira frissnek, mint az elmúlt mérkőzésen a Vojvodina ellen, és szerintem ez a nem annyira frissesség az látszott a játékunkon. Az ellenfél egy nagyon kemény csapat, egy olyan csapat, amely valójában mindig ott van az európai szereplés körül, és ez a 34. helyet el szoktak mindig érni, és valójában ez egy igazi rangadónak számított, hát hogy így jöttünk ki ebből a mérkőzésből, ez már azt mondom, hogy a szakma dolga, hogy eldöntse, vagy hogy keresse a hibákat. Voltak apró hibák, de én azt mondom, hogy a közönségnek tényleg egy nagyon jó mérkőzést nyújtottunk. A TSC tehát nem tudta megőrizni a 3. helyét a Superligában, a topolyai együttes 20 ponttal a 4. helyre csúszott vissza. A válogatott mérkőzések miatti bajnoki szünetet követően a TSC az újvidéki Proleter vendége lesz. Most pedig azt is megmutatjuk, hogy milyen eredmények születtek a Superliga többi mérkőzésén, illetve a magyar labdarúgó első osztályban, valamint a hazai alacsonyabb rangú labdarúgó ligákban. A magyar labdarúgó első osztályban átvette a vezetést a Ferencváros, miután a Kisvárda 2-1-re kikapott a Budapest Honvéd vendégeként. A többi eredménye következő: Paks Ferencváros 1-3, Zalaegerszeg MTK 2-0, Debrecen Fehérvár 1-1, Puskás Akadémia Mezőkövest 2-0 és Újpest Gyirmót 1-3. A táblázaton első a 18 pontos Ferencváros, de ugyanennyi pontja van a második Kisvárdának is, a Paks 13 ponttal a harmadik. A szerb labdarúgó Superliga 12. fordulójában a TSC mellett a Spartakusz is kikapott. A szabadkaiaknak ez sorozatban a 4. veresége volt, Vladimir Buács vezetőedző távozott a csapat kispadjáról. A forduló eredményei a következők: Vojvodina Nisi Radnicski 1-1, Kragujevac Radnicski Kolubara 0-2, Crna Zvezda Metalac 3-1, Mladost Novi Pazar 3-0, Spartakusz Vozdovác 0-4, Napredak Partizán 0-1, Radnik Proleter szintén 0-1 és TSC Csukaricski 1-2. A ligát a Partizán vezeti 31 ponttal, a második Crna Zvezdának 26 pontja van és egyel kevesebb mérkőzése. A 21 pontos Csukaricski a harmadik, a 20 pontos TSC a negyedik, a Vojvodina a hatodik, a Proleter a tizedik, a 12 pontos Spartakusz pedig csak a 13. a táblázaton. Az új vezetőedző Branislav Bulatovics vereséggel mutatkozott be az Adorjáni Tisza kispadján, miután csapata otthon kapott ki 4-1-re a táblázat 3. helyén álló Velsesztől. Az élovas Becse 2-1-re verte a nagybecskereki Radnicskit, a Szerbliga vajdasági csoportját a 19 pontos Becse vezeti, a szintén 19 pontos Opazovai Főnix és a 17 pontos Velsesz előtt. A Tisza 6 ponttal csak a 14. helyen áll.
A Vajdasági Liga északi csoportjában a 8. forduló rangadóján a Bajsa 1-0-ás győzelmet aratott Túriána Mladost ellen. A többi eredmény a következő. Zent a Szépligeti Hercegovác 4-0-nál megszakadt, Dunacsébi CSKA Szeghegyi Nyegos 3-0, Szabadkai Bácska Újzsednyki Preporod szintén 3-0, Petrőci Mladost Csonopjai Sloga 2-0, Pacséri Bácska Palánkai Krilla Krajine 3-0, Tavankus Stanisic 1-2 és Apatini Mladost Bácsföldvári Vojvodina 1-3. A táblázaton első a Stanisic 18 ponttal, a második Zentának 17, a harmadik Bajsának pedig 15 pontja van. A Szabadkai Körzeti Ligában Adán községi rangadót játszottak, melyen az AFK 3-0 arányban legyőzte a Moholi Bácskát. A többi eredménye következő: Usové Proleter OFK Verbász 0-2, Ókéri Obilic Tiszaszent Miklósi Sloga 2-0, Feketicsi Jadrán Bajmoki Rádnicski 4-1, Kiskéri Szutyeszka Nádaljai Napredák 5-0, Szent Tamás Györgyén 4-1, Torzsai Budutynoszt Kucorai Iszkra 3-0 és Török Kanizsai Obilic Tornyos 2-0. A ligát a 22 pontos Ókéri Obilic vezeti, a Szent Tamás és a Proleter előtt. A Szabadkai Városi Ligában a Csantavér 3-0-ra kikapott otthon az Elektro Vojvodinától, a Vinogradár 2-2-es döntetlent ért el Szabadkán, a Lokomotíva pályáján. A többi eredménye következő: Zentolyosi Hajduk Visnyeváci Udárnik 3-6, Békova Szolíd 4-2, Palics Granicsár 1-1 és OFK Málabosna Zsednik 0-2. A táblázaton első az Udárnik 15 ponttal, második az Elektro Vojvodina, harmadik a Békova 12-12 ponttal. A Tiszamenti Ligában a Horgos 4-1-es győzelmet aratott Gyálán a Granicsár pályáján. A forduló többi eredménye a következő: Padély Tisza Majdányi Tromegya 5-0, Szanádi Jadrán Magyar Kanizsai Potisztje 2-3, Szerbkeresztúri Jedinstvo Oromi Sampion 2-1, Rosszlámosi Szlávia Csóka 2-3 és Martonosi Jedinstvo Podlokányi Hajduk 0-2. Első a Szerbkeresztúri Jedinstvo, a második a Potisztje 15-15 ponttal, a Padély Tisza 10 ponttal a harmadik helyen áll. A Topolya Kishegyes Verbász Óbecse Szent Tamás községközi ligában a Péter Révei Jedinstvo 3-1-re nyert a Csikérpusztai Mladost otthonában. A többi eredménye következő: Kishegyesi Egység Nyegosevói Plater 1-1, Zenta Gunarasi Szlávia Tomislavci 0-3 és Karadzsa Orgyevói Szolunác Bácskorút Falvi Szloboda 3-0. A Pobeda szabad volt a hétvégén. A táblázaton első a 12 pontos Tomislavci, a második helyen a Jedinstvo, a harmadikon pedig a Proleter áll. És még mindig maradunk a labdarúgásnál. Magyar Kanizsára látogatunk, ahol a TSC női labdarúgó csapata a belgrádi Crvena Zvezdát látta vendégül. Ez következik most. A női labdarúgó Superliga 5. fordulójának derbijét a vendégek kezdték jobban. A Crvena Zvezda korán megszerezte a vezetést Magyar Kanizsán, a 17. percben Csávić vette be a TSC kapuját. A gyors gól ellenére az első játékrész több találatot nem hozott. A második félidőben számos helyzete is volt a TSC-nek, azonban ezeket nem tudták gólra váltani. Ez pedig meg is bosszulta magát, a 84. percben két gólosra nőtt a Crvena Zvezda előnye. A rendes játékidő vége előtt azonban a 89. percben végül szépíteni tudott a TSC, az ellenfél kapusa Petrovic öngólt rúgott, így a Crvena Zvezda 2-1-re győzött a TSC ellen. Úgy érzem, ezen a mai mérkőzésen inkább a bíró múlott az egész, nem rajtunk, mindent megtettünk, de nem érzem igazságosnak ezt a meccset. Miért nem érted igazságosnak? Mi volt a baj a bíróval? Hát nagyon sok olyan helyzetet alakított ki az ellenfélnek, ami számunkra nem volt előnyös. Sok helyzetben olyan döntéseket hozott, amit ugye a lelátó se értékelt, ahogy lehetett hallani az egész mérkőzésen. A TSC-t irányító Vajda Fangyó elmondta, hogy viszonylag elégedett a lányok teljesítményével, hiszen mindent megtettek annak érdekében, hogy jól szerepeljenek. Volt három mérkőzésünk, ahol küzdöttünk a megbetegedésekkel, a Covid-dal, és nem voltak itt a lányok, tehát csere játékosokkal játszottunk, és van most ez a két mérkőzés, ugye Pozsereváccon, ahol nyertünk, és a mai mérkőzés, ahol azt kell, hogy mondjam, hogy nem játszottunk túl jól, de a lányok mindent megtettek azért, hogy ne kapjunk ki a mai mérkőzésen. Úgy érzem, hogy voltak pillanataink, ahol jól játszottunk, voltak jó helyzeteink is, de sajnos ezeket nem rúgtuk be, és így a Zvezda tudott nyerni ma. Kazi Zsolt, a TSC női csapatának elnöke, elmondta, hogy a lányok jobban is teljesíthettek volna a bajnokság eddigi részében, most még keményebben fognak dolgozni. Van bennem egy kis hiányérzet az eddigi szerepléssel kapcsolatban, hiszen talán Zimondban a Sloga ellen szerezhettünk volna pontot. Persze ezt tudni kell, hogy a bajnokság első fordulóiban elég nehéz volt a párosításunk, a liga legjobb csapata ellen játszottunk.
hát Pozsorovácon hoztuk a kötelező győzelmet, a többi mérkőzést sajnos elveszítettük, de hát ezután jönnek talán még majd olyan ellenfelek, akiket le tudunk győzni, és talán majd javítani tudunk az eddigi mérlegen. Milyen célokat tűztetek ki az idei bajnokságban? Hát a célok azok változatlanok, ugye tavaly játszottunk először a Szuperligában, akkor az volt a cél, hogy maradjunk be, és most is a biztos bennmaradás a legfőbb célunk. A Trnavezde edzője elégedett volt a csapat teljesítményével. Iskreno, posle ovog meča mogu jedino biti zadovoljan rezultatom svoje ekipe. Mi smo danas bili daleko ispod svog nekog nivoa. Ova utakmica nam je mnogo značila da potvrdimo 3 boda iz prethodnog susreta sa Slogom iz Zemuna, sa Mašincem iz Niša i da uđemo mirnije u jednu derbi utakmicu koja nas očekuje sljedeće nedelje. Međutim, devojke, ne znam iz kog razloga, danas su zaista bile ispod nekog svog nivoa. Ekipi Kanjiže bi čestito na zaista fair i korektnoj igri, na borbenosti. I imali smo u drugom poluvremenu čak i u nekoliko navrata više sreće. Tako da mislim da smo zasluženo došli do 3 boda, ali da igra nije bila onaka kako je bilo očekivano. A következő fordulóban a TSC a Zvezda B csapatával méri össze erejét, ugyancsak hazai pályán. Műsorunk végén pedig egy kis vizes sport. A zentai Tiszavirág Kajak Klub igencsak sikeres szezont zárt, mind a hazai, mind pedig a nemzetközi vizeken, és már megkezdték a felkészülést a következő szezonra. Erről láthatnak most egy rövid összefoglalót. Pontosan egy hete kezdte meg az őszi felkészülést a zentai Tiszavirág Kajak Klub, amely az előző időszakot kiváló eredményekkel zárta. Az olimpiai reménységek versenyén Gere Katalin 2 éremmel gazdagította a Szerbia és a zentai kajakozást. A 16 éves versenyző 1000 méteren kajak egyesben a második helyen végzett a magyarországi Horváth Maja mögött. A második érmet pedig K2-ben 500 méteren Dina Bacéjeva az oldalán szerezte, miután a futamot a harmadik helyen fejezték be. Maximálisan meg vagyok elégedve a Csehországban nyújtott teljesítményemmel. Nagyon jó volt a hangulat, a helyszín, nekem tetszett az egész. A zentai egyesület a nemzetközi sikerek mellett a hazai vizeken is kiválóan szerepelt, ami magát a vezetőedzőt is meglepte. Az, ami kiemelendő, hogy az elmúlt pár évben bátran kijelenthetjük azt, hogy a szerbia legjobb utánpótlás nevelő egyesülete vagyunk, hiszen 3 éve már megnyerjük a pionér csapatversenyt, országos csapatversenyt. Imáron hozzá csatlakoztak a kadettjaink is, és 2 olyan korosztályt sikerült csapatversenyben megnyernünk, ami talán a legfontosabb az utánpótlás nevelésben. Pionér és kadett korosztály 12-től 16 éves korig iszonyatosan komoly bázisunk van, és remélem, hogy ez a bázis majd megmutatja magát későbbén is, hiszen már jövőre junior kategóriás is belépnek sokan, sőt, immáron már a kadettjeink is felversenyeztek juniorba, és nagyon szép sikereket hoztak, holott ők még 2 éve fiatalabbak, mint ez a korosztály. Gere Katalin a hazai sikerekből is alaposan kivette a részét, így nem sok ideje volt pihenni a felkészülést megelőzően. A következő idényben pedig szeretnék kivívni a junior EB-n való részvételt. Nekem 2 hetem volt pihenni, ez alatt rendszeresen eljártam még termi edzésekre, és most megkezdtük a felkészülést a téli szezonra, még ameddig tehetjük, kint vagyunk a vízen, ami remélhetőleg alkalmazkodni fog hozzánk, és valamennyire használható is lesz. A sikerek ellenére az zentai egyesület már évek óta küzd azért, hogy megteremtse a versenyzők számára a megfelelő körülményeket a felkészülésre. Ehhez egy állóvíz lenne szükséges, mert így a Tiszának vannak kiszolgáltatva, ez pedig behatárolja őket a további fejlődésben. Mindenféle törekvést megteszünk klubvezetés szintjén azt, hogy zentára teremtsünk egy bármilyen 1 kilométer nekünk bőven elég, és egy 20-25 méter szélességű állóvizet. Mindenhol kopogtatunk, és keressük azt a megoldást, hogy önkormányzat különböző cégek bevonásával teremtsünk egy olyan természeti lehetőséget zentán, aminek a vízfelületnek mi csak egy használói lennénk, haszonélvezői lennénk, aztán az a vízfelület sok minden másra alkalmas lehet, akár a mezőgazdaság szempontjából, akár turizmus szempontjából is, hiszen nekünk ez csak időszakosan kellene, ez a vízfelület. Arról nem beszél, hogy mi ezért komoly lépéseket teszünk, mert nekünk a munkákat könnyítené meg, Zentavárosnak pedig egy komoly lendületet adna, mint említettem, akár mezőgazdaság, akár turizmus szempontjából is, horgászatról nem beszélve.
A Tiszavirág kajaklub növendékei remélik, hogy legalább november közepéig a vízen tudnak maradni, azután pedig a szárazföldi edzésekkel folytatják majd a felkészülést a következő idényre, amelyben még magasabbra szeretnék emelni a lécet. Kedves nézőink, ennyi volt már a Sporthétfő, köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha valamiről lemaradtak, műsorunkat visszanézhetik a Pannon RTV honlapján, illetve követhetnek minket Facebookon is. Tartsanak velünk legközelebb is, további szép napot, a viszontlátásra!